No, neked bemutatkozom, mert te nem ismersz. Nevem Bakó András, ez ki gondolom kiderült az eseményből. Mire vagy kíváncsi rólam? Mert én tudok mondani ekkorát is, és tudok ekkorát is magamról. Azt mondom el, hogy 2008 óta foglalkozok személyiségfejlesztéssel, és 2010-től vagyok 100%-ig beszámítható ezen a téren. Azóta eltelt 6 év, és elég sok információt és tapasztalatot szereztem. És többek között azoktól az emberektől tanultam a legtöbbet, akik itt vannak általában. Az én felfogásom az, hogy tanulni csak úgy lehet, ha akar az ember, és egymástól tudunk a legtöbbet tanulni. Tehát amit a könyvek adnak, és amit esetleg a média leír, vagy itt-ott megkapsz, nem biztos, hogy az valóságot fogja fedni számodra. De ha vannak emberek, tapasztalatok adnak tovább, akkor garantáltan jobb minőségű tudásra teszi szert, mert már kipróbálta, és működött neki, és ő elmondja, hogy nekem ez így ilyen hatást váltott ki belőlem, bármi. Vagy én ezt tett a következtetés, vontam le bármiről. És ezért van az, hogy én szeretek beszélgetni, és emberekkel minél több kapcsolatot létesem, minél többet tanulok tőlük. 2010 óta írtam már egy könyvet is, 2 évvel ezelőtt, 2014-ben, az a cím, hogy Miért nem. Aki nem kapott ajándékba, az most fog kapni, de te kaptál-e? Nem, akkor te kapsz, te se, és a többieknek. És a többiek fognak kapni, de mindenkinek adok tiszta szívesen, tehát van elég, tehát már nem szoktam árulni, csak aki akar fizet, az fizet, én ingyen adom. Tehát ez nem lényeges, mert már úgy érzem, hogy vissza tudta honorálni azt, amit befektettem, mert saját, tehát én saját magam nyomtattam ki, tehát semmi kiadóm nincsen. Én szerveztem le mindent, a vágást is én oldottam meg ismerős által, mindent én terveztem meg rajta, és megírtam. Akkor még mit mondhatok el? Van egy kedves kollega, Gábor úr, fotós, aki felvett volt egy elég jó előadást, az szex téma volt, tehát felvilágosító, meg lehet találni a YouTube-on is, meg lehet találni az ő oldalán is. És most is azért vetettem ezt fel, mert eléggé durva előadásnak ígérkezik a mai, amit terveztem, mert úgy érzem, hogy ki fogok mondani olyan dolgokat, amit eddig is tettem, tehát rólam azt kell tudni, hogy tényleg valójában én szeretem kimondani a valóságot. Tehát én nem fogok én maszkokat tenni fel, és most megfelelek bárkinek is. Tehát a könyvembe is beleírtam, hogy miért nem tanulunk a zsidóktól, tehát ők hogy tanulnak? Vegyük figyelembe őket. Ők úgy tanulnak, hogy nem az állami rendszert nem használják, igaz-e? És magán iskolákban és magán nevelési módszereket használnak. És miért, milyen okosak, nem? Tehát mégis ők irányítják a világot, hát nem jól csinálják. Miért nem kell tanulni, miért nem tanuljuk el tőlük, és akkor hát, ha nekünk is jobb életünk lesz bizonyos szinten. Ez rólam, még annyit elmondok magamról, hogy rettenetesen sokat változtam az elmúlt 38 évem során, mióta megszülettem és anyukámból kipottyantam, de az utóbbi 6 évben még többet. És kevés előadást tartottam az idén sajnos, és most ez az utolsó az év végére, és ezért gondoltam, hogy ez olyan lesz, hogy kicsit szembe megyek azokkal a dolgokkal, amiket majd, amit kaptatok cetliket, azokról felolvassátok, hogy miről beszélek, és melyik témával kapcsolatban fogom mondani el a tapasztalatomat, véleményem egyben, a tapasztalatom is véleményem, és a tiétek, tehát ha ti hozzászóltok, ez egy beszélgetés, tehát semmi köze nincs annak, hogy én egyedi papolok, nagyjából igen, de nyugodtan, ha megállítod, hoppá, nekem ez nem igaz, tehát ezzel elet mondok, ez nem így van, én másképp tapasztaltam, és elmondod, hogy tapasztaltad ugyanazt a témát, amiről én véleményt mondok. És én megpróbálok veled, úgymond, vitába szállni. Nem az a célom, hogy bárkit is megsértsek bármivel, hanem az a célom, hogy szándékosan kihozzam belőled azt, amit tényleg valójában gondolsz.
Mert az emberek sajnos úgy vannak összerakva, hogy nagyon képmutatóak. És ez számomra kiderült az idén, nagyon eléggé mély nyomot hagyott bennem, és erősen hatott rám, mert én az idén azt tűztem ki célnak, hogy a belső békémet fogom építeni és erősíteni. Mert úgy éreztem, hogy még én sem vagyok elég erős ahhoz, hogy igenis felmerjek vállalni bármit. Most olyan szintre jutottam ezzel a belső béke szlogennel, mert általában ezek ilyen marketing szövegek, amit buddhistáktól vesznek el keletről az emberek, hogy tehát mindenki beszél róla, de nem tudja használni. És nem egyszerű. Tehát én rájöttem, hogy sehol nem vagyok. Tehát nem éppen egyszerű, mint ahogy sokan mondják, hogy meghirdetünk egy jó tanfolyamot, és 10 alkalommal te leszel a belső béke harcos. Vagy lehetsz bármilyen szal harcos. Mert nem éppen egyszerűen működik. Tehát eléggé fel kell legyél készülve ahhoz, és eléggé nyugodt kell legyél ahhoz, hogy merjél bevállalni olyan dolgokat, amit bevállalsz. Például itt van ez a mala. Én ezt most mertem bevállalni, hogy igenis ez hasznos és nagyon érdekes dolog, mert közel áll hozzám a buddhizmus, és eléggé sokat tanulmányoztam, mert mivel belső békét kutat az ember, akkor így különböző vallásokat megnéz, különböző dokumentumfilmeket megnéz, különböző hitekbe próbál belegondolni, és én úgy éreztem, hogy én azt választom, amelyik szabadságot ad nekem. Tehát nekem olyan hitem lesz, amilyent én magamnak akarok, és amiben én hiszek. Na, de nem megyek előre, hanem kezdjük, akárki, amelyik akarja, vegye a lapját, olvassa fel, mit ír rajta. Bárki kezdheti, tehát... Valóság. Valóság. Rendben. Na, mit tudok én a valóságról? Az a tapasztalatom nekem a valóságról, hogy eléggé ferde világban élünk, mert sajnos az emberek még saját maguknak is hazudnak rendszeresen. A 24 órából azt kell mondjam, hogy tapasztalatom szerint 18-at biztos hazudik, és abból én körülbelül a 18-ból, ha statisztikailag saját magamnak ezt felállítom, én le tudtam ebből küzdeni, hogy ne hazudjak magamnak egy 10-et, úgyhogy még 8 órát még mindig hazudok naponta magamnak. És miért látom én ezt? Én azért látom ezt, hogy ez így van, mert olyan társadalmat hoznak létre, és olyan szocializációt képzeltek el nekünk, ősatyáink, amiben úgymond a saját szüleink is bele vannak nevelve, nagyszüleink is bele voltak nevelve. És akkor szándékosan ezt te úgy csinálod, mert meg akarsz felelni. Tehát ha nem szabad egy rossz szót, szóljak a szomszédnak, mert vajon mit szól a harmadik szomszéd, vagy mit szól anyukám, vagy mit szól apukám. És rendben van, mert valójában nem is arról van szó, hogy egymást értegessük, vagy egymásnak mondjuk dolgokat, de ha van egy negatív érzés benned, és nem adod ki a dühödet, akkor lerakódik, tehát saját magadba visszafele megy, és belül saját magadat megeszed, és az nem jó. És én a valósághoz ezt fűzöm hozzá, hogy nagyon nehéz a valóságot megélni. Nekem is, nektek is, bárkinek. De érdemes törekedni arra, hogy minél valósabban éljünk, és ne hazudjunk magunknak. Tehát ne állítsuk magunkat semmivel, mert nincs értelme. Ugyanúgy meghalunk, én is meghalok, ti is mindannyian. Csak nem mindegy, hogyan dolgozzuk ezt fel egész életünk során a halált például. Mert attól fél mindenki legjobban, pedig szerintem pont attól nem kellene félni egyáltalán. Mert ugyanolyan ismeretlen számomra, és sokak számomra már elég közel áll a valósághoz, mint a születés. Tehát senki nem emlékszik, hogy született, mi történt, hogy volt, anyukában mit csinált. Hozunk onnan valamit, 100%-e, mert hozunk abból a környezetből is sok mindent, de valójában nem. Tehát nem féltünk megszületni. Az egy dolog, hogy kint szenvedés volt az a születés, mert sokkal jobban éreztük magunkat az anyának a pociába. Ezt bebizonyították sok tudomány, sok tudós bebizonyította, és sok kutató, hogy tényleg valójában megszületünk, és az egy kint szenvedés. Tehát nem azért ordítunk fel, mert hű, de jó nekünk, hanem azért, mert rossz. Tehát az nekünk rossz valójában. És mégis az egy áldás. Tehát én a születést az áldásnak élem meg. Tehát akkor miért éljünk valóságosan az életünket, és miért próbáljunk megfelelni olyan elvárásoknak, aminek nem szeretnénk.
Mert tulajdonképpen ezért is az ember a hibás, mert annyira materialisták vagyunk, hogy igenis szükség van erre, szükség van arra, és ha szükséged van bizonyos többletre, amit használni szeretnél, akkor azért meg kell dolgozni. Én is pénzé veszem a kenyeret, a tejet, mert nem vagyok képes kimenni falura és megtermelni, mint ősatyáink, hogy azért otthon elég sok mindent megtermeltek, vagy a régebbiek, de Gábor jobban tudná, mert ő eléggé ügyesen csinálja a házi munkát, és termel is, tehát saját termékét beteszel a pincébe, és egész télen fogyassza. És lát, tehát ő már próbál megszakadni bizonyos szempontból ezektől a dolgoktól, hogy ne tudják megkötni a kezét. Mert elmegyek egy céghez dolgozni, most úgy mennek el az emberek dolgozni, hogy nem dolgozni akarnak, hanem pénz. Mennyi a pénz? És nem a valóságban pedig egyszer munkát kellene letenni. Tehát a pénz az miből lesz? Az is egy nyomdafesték, az is egy... Most vegyük azt a részét. Az is belekerül költség előállítani, ahhoz felépített valaki egy társadalmat, visszamehetünk 1000 évre, míg a pénzt kitalálták, stb. Tehát mi elvárjuk, hogy nekünk csak úgy odaadják. Mert mi megérdemeljük, mert hol munkát vállalunk. Tehát nem, tehát leteszek az asztalra, és akkor lesz. És ez megint nem a valóságot éljük meg, hanem amit nekünk reálnak, hogy mi így viselkedjünk. Tehát hova tovább elbutítottak arra a szintre, hogy nem munkát keresünk, hanem pénzt akarunk. Nem tanulni akarunk, hanem tudunk. De honnan tudunk, ha nem tanulunk? Vagy mit tudunk, vagy mit okoskodunk, felnőjünk, kijártunk iskolát, kaptunk egy csomó papír, diplomát, de fingunk nincs, hogy hogy lehetne kamatoztatni. Na tehát én ezt látom valóságnak. Ha valami olyan van, ami nem kihagytam, akkor nyugodtan mondjátok, vagy nem tetszik, vagy valami nem. Én ezt látom, hogy eléggé valótlanul élünk. És én ajánlom, hogy minél jobban ezt a 24 órás valóságsót ezt saját magatoknak éljétek meg, és valósítsátok meg, hogy valóság legyen belőle. Következő cetli. Ezt a cetlit elveszem tőled, jöjj közben. Jó? Hogy ez ne keveredjen, mert még egyszer valóság legyen belőle, de ez még jó, mert ez majd megmondom, hogy mi a lényeg az egésznek. Jöhet a következő. Közhelyek, szociológia. Nagyon jó. Szocializál. Na, látjátok én? Nem volt szándékos az egész, szét van osztva, és mégis összefügg a valósággal. Hoppá! És ő nem tudom, de jött belülről, na most én olvassam fel. Pedig nem mutattam senki, hogy na most te vagy te. Tehát, én nem, tehát itt észreveszitek, aztán nem tudom, a kamera látta, érezte, de nem érdekes. Na, tehát szociológia és közhelyek. Na, szerintetek ez miért rossz nekünk? Miért rontották el ezt? Mi a véleményetek? Miért van elrontva? Szándékosan miért van, miért szocializálnak másképp minket? Hát szerintem azért, és az a tapasztalatom, hogy hát adok ikletete, az első az oktatás és a gyereknevelés. Hogy a gyereket hogy neveljük? Hogy mindenkinek megpróbálják megmondani könyvek alapján, vagy videók alapján, hogy hogyan nevelje azt a gyermeket. És senki nem mondja azt ott, hogy né, te hogy csinálnád? Senki nem kérdezi meg, te hogy csinálnád? Csak mondják, hogy ezt így kell csinálni, ezt így csinálni, mert a szomszéd így csinálta, nézem, a szomszéd így csinálta, jó, másolok tőle, de hát az én gyermekemnek az nem működik, vagy az én felfogásom, az én elveimhez nem. Én vagyok egy bigott katolikus, és valaki mond nekem egy olyan dolgot, amit nem akarom, hogy a gyermekem csinálja, és akkor megcsinál, vagy nem csinálom meg, vagy megcsinálom, tehát hogy döntöm el? Mi szerint fogom szocializálni magamat? Utána a gyermekemet, hogy fogom tudni? Nem? És közhelyek, tehát próbálnak olyan dolgokba beleszólni, ami az embernek egy bizonyos tudás után, tehát megszerzett tudás után automatikusan kellene jön. Tehát én a gyermekemet elmondom 6 éves, addig, míg ő nem jött, hogy akar tanulni, én nem állítottam neki, hogy a gyere, ezt most meg fogjuk tanulni. Hanem a helyzet, ahogy megkívánta, bementünk egy üzletbe, és ott elkezdett úgy viselkedni, ahogy nem illik, akkor én ott neki elmagyaráztam, hogy ezt nem így kell csinálni. Tehát nem, hogy leülünk, és nem most aztán kisfiam, mielőtt bemegyünk valahova, tehát így előre. Tehát nincs értelme, mert nem tudja átélni. Nem lesz tapasztalat egyáltalán, szerintem. És most mi van? Azt mondják, hogy otthon neveld meg a gyermekedet, és aztán majd nekem úgy hozzad a napközibe, hogy nekem tájsz, tehát olyan legyen, mint a skatujába húzták volna ki. Na de mi az a jó nevelés? Vagy mi az a szociál, tehát mi tevődik fő annak, hogy igenis jó szocializálódunk? Hát, ami már el vagyunk cseszve. De a szüleink elcsesztek.
Vagy őket is elcseszték, nem? Nekik is vannak rossz dolgaik. Na de a rosszat visszük tovább folyamatosan. Addig a percig, ameddig nem figyelsz magadra, és nem fogod az érzelmi intelligenciádat növelni. Hogy igenis hallgatsz a belső énedre, a szívedre és a lelkedre. Hogy te hogy csinálnád? Hát te is meg tudsz melegíteni egy vizet, ha éppen be kell kogyfasztani a tápot a gyermeknek, vagy oda tudod tenni a csajszi, vagy hogy hova kell cickó szop. Tehát mindent meg lehet, nem? De mindenkit már előre fel kell készíteni arra, hogy most teherbe estél, állapotos vagy, és menjél, és járj rá közösségekbe, és költsed a pénzedet arra, hogy megmondják neked, amit kellene te ösztönből majd hozzá magaddal. Én csak beszélek a régiekről, nem tudom, ti tapasztaltátok, hát hogy nőttünk mi fel ember? Tehát nekünk anyukáink nem olvastak erről, megszületett a gyermek, 20 évesek voltak, mentek haza, aztán ott polyázták, tették, vették, esetleg kérdeztek, ha volt kitől, ha nem volt kitől, nem. És felnőttünk, itt vagyok, 38 éves vagyok, és úgy érzem, hogy egész teljes életem volt. Na, és most mi van? Nagyon okosan szocializálnak, és kitalálnak különböző egyetemi szakokat, hogy szociális gondozót, szociális ez, szociális az. Tehát nem értem. Tehát én úgy érzem, hogy túlságosan mindennek pénzért cserébe, mindennek csinálunk egy nevet, adunk egy nevet először, ez a marketing, mondjuk szerencsére ezt is tanultam, ez a marketing, adunk egy nevet neki, és megpróbáljuk eladni. És pénzt csinálunk belőle. És akkor van háttér, akkor jó pénzt csinálunk belőle, mindegy, hogy egy nagy baromság, hülyeség az egész, de az ember bedől neki, mert már a szocializáció úgy el van cseszve, úgymond, hogy teljesen mindent megveszünk. Lehet, hogy használ, nem használ, de úgy megveszünk, mert azt mondták a szomszédok, a többiek, hogy jó, nem magamnak veszel, de szinte azt lehet mondani, nem magunknak vásárolunk, hanem a többi embernek. Tehát én úgy érzem, hogy ez is valahol, valamilyen úton, módon ránk tukmálják. Tévé, internet, ilyesmi által. Vagy a szüleink így tanulták az ők szüleit, hogy ezt így kell csinálni. És én úgy érzem, hogy szerintem azért kellene hagyni az embernek egy kicsi időt, hogy gondolja át, és türelmesen kívánni, hogy mi lesz a végeredmény. Mert normális, hogy egy normális ember nem fogja a saját életét kútba dobni, és nem fog beleugrani a kútba, csak azért, mert más azt csinálja. Hanem szerintem mindenki meg tudja tanulni, és érdemes hagyni a saját bőrén tanuljon. Ha nem képes úgy gondolkozni, mint a székelyek, hogy más bőrén tanulni, ahogy mondja a mondás, akkor a saját bőrén tanulja meg. És akkor mit veszített? Én is sok mindent megtanultam a saját bőrömön, itt vagyok, nem érzem magam se butábbnak, se hülyébbnek, se nem semmi, se nem vagyok lemaradva semmivel, az álmaim valóra váltak, tehát rosszul szocializálódtam, azt jelenti, vagy valami? Lehet, hogy nem szeretnek, sokan irigykednek, vagy sokan nem szeretnek, de nem érdekel engem, mert tudom, hogy én ki vagyok. Ha megismersz, vagy megismernek, akkor normális, hogy teljesen más kép fog lejönni mindenkiből. Folytathassuk tovább a cetlikkel. Butaság. Butaság. Esküszöm ember, ne ide jobban. Hát de nem, de ne, na ez is, te hogy jöttél? Na látod, de pont ezt kellett volna kimondjam, de nem mondtam ki, sőt magától, hogy butaság. Hát esküszöm, ennyire komolyan megszerveztem volna, így nem jött volna össze. Tuti. Na igen, a butaság. Ezért vagyunk buták. Mert nem tanulunk, és a saját hibáinkat elkövessük többször, nem a valóságot éljük meg, hanem más valóságát próbáljuk megélni, nem a sajátunkat, vagy azt, amit közölnek velünk, azt próbáljuk megélni. És így kerülünk. Sziasztok! Így kerülünk rossz helyzetbe, szerintem. Mert, és butulunk. Mert nem edzük az agyunkat. És mivel lehet a legjobban edzeni az agyat? Na hallám, ki mit tud? Ki mit olvasott az internetről? És tévében mit hallott? No, szerinted mivel lehet jól edzeni az agyat? Valaki mondja valamit, bármit. Na, ez már jó úton jársz, helyes, ez az egyik jó dolog. Nem minden az olvasás. Egy jó sétával és egy jó természetbe való mozgással, fizikai mozgással sokkal jobban tud az agyad pihenni és fejlődni, mint hogy leülsz és folyamatosan tanulsz. Miért? Azért, amit megtanulsz,
az valahol el kellene raktározódjon, és megfelelő helyekre bemenjen. Hát most egy kicsit furán fog kijönni, mert a könyvtárban a könyvek így, hogy be vannak téve a polcról, hogy te otthon a polcra fizetsz a könyveket. És ha te halmozod, és nem adsz időt, nem hagysz időt neki, hogy megfelelő helyen elmenje, elraktározódjon, akkor soha büdös életben nem fogod tudni minőségi, tehát felhasználni azt a tudást, amit megtanultál. És a másik, amit te mondtál, tapasztalat. Tehát ha nem tapasztalsz, és nem gyakorlatba ültetted a tudásodat, és nem úgy éled meg, akkor nincs értelme. Én most lehetek atomfizikus elméletben, ha soha büdös életben kísérletet nem végeztem el. Attól lesz egy olyan intelligenciám, amit tesztet megcsinálok, de kimegyek az ajtón, és puf, nekimegyek az első lépcsőnek, mert nem tudok fellépni rajta, mert nincs egyszerűen. Tehát azt valahogy elgondolkozok. Tehát, és másik, hogy nem tudom átérezni. Tehát ha valamit nem tudunk átérezni, én úgy érzem, hogy nem tudod tiszta szívből csinálni. Ez pont olyan, mint most hülye példát fog felhozni, de inkább nem eltörölöm, hozok fel más példát. Nem, tehát ha nem csinálsz egy munkát tiszta szívből, és nem gondolod komolyan, amit csinálsz, akkor nincs értelme. Tehát akkor csak azért csinálod, hogy pénzt keressél. Nem élvezed, egy idő után bele fogsz fásulni, és lehet, hogy fogod bírni több 4-5 éven, 10 éven keresztül, de úgy bele fogsz fásulni. Akkor miért? Miért ne éld meg a valóságot, és szeretem, és csinálom. És a másik, hogy a butaság ott is kezdődik számomra, hogy egyszerűen az emberek nem próbálják azt megélni, amit szeretnének. Tehát miért nem? Miért? Tehát én most reggel fölkelek, ahhoz van kedvem, miért nem csinálom? Jó, elkések innen-onnan. Hát akkor elmegyek, és holnap bepótolom, amit azelőtt valahol nem tudtam megcsinálni. És szándékosan van, ez is látjátok, hogy szocializálva, szerintem, mert felpörgettek, hogy minden gyorsan, minden gyors, hamar kell, minden hamar. Ha nincsen meg neked az első fényképed a feltéve a közösségi hálóra, akkor már te vagy az utolsó, akkor már le vagy maradva, akkor már lemaradtál, akkor azt gondolják, nem is voltál ott. És meg lehet figyelni, az idéntől én nem tettem föl nyaralási képeket, tehát lehet nem is voltam nyaralni. Most valami mi történt? Nem tudom. Privátba elküldhettem bárkinek, de az nem, tehát akkor valami történt. Tehát én nem is létezem már. Letörölni maga a Facebookról, szerintem azt mondanák, hogy nem létezek. Nem? Tehát ennyire erre falulja a világ, tehát nincs mit csinálni. Tehát ennyire butítják az embereket, és ennyire bután gondolkozunk. Sajnos. És még a butaság szerintem még az is befolyásolja, hogy buták vagyunk, hogy nem foglalkozunk magunkkal. Kellőképpen, megfelelően eleget. Nem tudom, közületek legalább 30 percet valaki ül egy csendbe egyedül például. Igen? De semmi nincs a kezedben? És nézed a semmit? És utána jobban érzed-e magad? Na látod ezt? Tehát ha meghosszabbítod, akkor mi addig nyújtod, ameddig... Nem, tehát az a lényeg, hogy a gondolataidat tisztítsad. Mert valójában, ha a gondolataidat erőlteted, és akkor próbálsz meggondolni valamit, akkor tényleg fáradtabb leszel. De mikor leülsz fél órát, akkor próbálj nem a problémákra gondolni. Hanem arra kell gondolni fél órán keresztül, hogy szinte semmire. Csak vagyok, milyen csodálatos van, oxigén van, levegő, stb. Még ha egy szobában vagy is, tudsz álmélkodni. Tehát nem gondolkozol, tehát egyszerűen kikapcsolod magad. Ezt jobb helyeken, és marketinges lennék most, és pénzt akarnék csinálni, mondom, jó meditációt megtanítok neked, és akkor pénzt keresek én is, és ha leülsz is egyet, ott meditálom. Jó. És még számogassuk a malát, és akkor már mindjárt buddhizmushoz is közöd lesz, és már lehet belevonni a dolgokat. Vagy elmész a templomba, és egyet imádkozol, és már közzétettük a többi dolgokat. Pedig semmi nagy duranás nincs, csak egyszerűen otthon lehúz, beújod a szemedet, egyszerűen kitisztítod magadat, azt mondod, hogy olyan gondolatokat próbálsz ébreszteni magadba, ami tiszta, és nem a külvilággal, hanem magaddal foglalkozik. Ilyen egyszerű. Tehát majd lesz folytatás, kérem a cetlit, hát ha most az következik, hát ha most megszöccom. Nagyon jó, na hallám. Kávézok. Mi? Kávézok. Kávézó? Zok. Kávézók? Kávézók. Csak annyi az egy van írva? Igen. Kávézók.
Nincs elírva, jó van, nincs elírva. Igen, ezek a kocsmák, kávézók, stb. Ez is mekkora kamu, ha belegondoltok. Nem? Miért látom én ezt kamunak, és miért látom ezt okos húzásnak, mint add ide, légy szíves, mert ne keveredjen. Mert miért látom ezt én így? Mondom, lehet, hogy valaki a videót meg fognak kövezni, de nem is érdekel a sztori. Milyen jó sok pénzt el lehet költeni a nagy semmiért. Csak az, hogy elmondhassam, hogy ott voltam. És még megkérdezni valakit, hogy miről beszélgettél, és milyen élménnyel mentél haza, szerintem így vakarnák a fejüket, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán tudok-e valamiről, valakinek valamiért tudom-e. Azon kívül sok panaszkodás meghallgatott szépen, te is utána jön a bölcsködés, járt még bölcsködésbe, és már megszokássá bemész, hamar leűsz egyet, jön mindenki, iszunk egyet, este ott találkozunk. Szerintetek ez valami, tehát ez helyesen, mert mindenki, tehát a politika is arra felemegy. Folyamatosan oda beletuszkónak. És meg lehet nézni, hogy szinte minden kávézó tulajdonos benne van valami, úgymond, politikába, vagy valamilyen közösségbe, vagy valamibe. Érdekes módon is. Nem csak udvarhelyen, hanem úgy tágabb körbe. És oda csalják be az embereket, ezzel, azzal, tehát gyere, kocsmázzál, hadd, de ne törődj, ne tanuljál. Ne légy emberek között. Tehát legyél velünk, így áll, és úgy emberek között vagy. De ott tudsz teljesen igazából így egy jót beszélgetni? Régen mit csináltak a szüleinkkel? Elmentek együtt, ugyanúgy ittak egymásnak a lakásán, közelebb engedték egymáshoz az emberek, egyik a más, nem? Több volt a kapcsolat, nem Facebookon kellett kapcsolatot létesíteni, vagy más közösségi portálon, most ne csináljunk reklámot, lehet Google Plus, lehet ezerféle valami. Most kocsmába bemegyünk, van internet, van minden, iszunk, eszünk, és ottan társalgunk. Ordítunk nagyokat, a fülünk, a dobpártyánk tönkre megy. Na muszáj, tehát hogy tudsz másképp normálisan így beszélgetni jó csöndbe? És ezt figyeljétek meg, mióta körülbelül 98 óta én figyelem, és ez hova tovább egyre oda vezet. Hogy ne menj, ne maradj otthon. Menj el, kösd el azt a kevés pénzt, hogy megkerestél. Ne gondolkozz azon, hogy most gyűjtsél. Hát minek ember? Ott a kávézó. Fú, nem voltál még abban a kávézóban? Te milyen ember vagy? Hogy képzeled? Nem voltál? De hogy néz ki? Hát de ne, ezzel jönnek. Már fiatalok is. Már, ha nem vagy a 9-es vagyok, és nem járok a iskolába, és nem jártam abban a kávézóban, már kinéznek az iskolából ember. Mi? 5-es vagyok? Még nem voltál te? Ne hülyéskedj! Hát 10 éves vagy, hogy néz ki ember? Még nem ittál egy jó kávét, emléd a felnőtteket? Annak idején én kértem anyukámtól, és ő adta. És én nem is próbálkoztam. Tehát, de most tiltják otthon szépen, hogy nem szabad neked, még gyermek vagy, jó, mert ezt olvastam az internetről, hogy ez most káros neked, ez nem lesz jó. Én több Nescafét kevertem gyermekkoromban, mint most, amelyet iszok ember. És azt megkóstoltam. Képzeljétek el, milyen doppingot kaptam. Szerintetek lesz valami bajom tőle? Tehát lett valami bajom tőle? Hát esküszöm. Nem mondok, de 10 éves koromtól 30, most kezdtem el kávézni egy éve. Addig semmi nem kávéztam. Na. Tessék, tehát volt valami hatás, a függővé váltam? Nem. A megszokás, tehát keresse az ember annyira buta, visszatér a butaságra, hogy mikor valami problémája, keres valami megoldást. Ugyanez a cigi is, ugyanez a kávé, ugyanez a pia, és ezeket mind lehet. De... És ezek közhelyesek, mert ezeket már mindenki ezt mondja nektek, hogy ezt kell csinálni, vagy ez történik, ha ezt csinálod. De mondják, de azt nem mondják meg, hogy mi értelme van. Most volt egy jó előadás az UF-nál, nem tudom, voltatok-e a kábítószerős piákról, kihagytátok, nem tudom, még van-e, menjetek-e, mert érdekes. Na, de ott elmondja, hogy milyen hatást vált ki az egész tudsz. Tehát, ha te normálisan elszívnál egy eredeti dohányból készült szivarat, sokkal jobban jársz, mintha elmész, és az üzletben megveszed a cigit, aminek a dohánytartalma maximum 5%, és azt elszívod, hogy attól jobb leszel. Mert a dohány is ugyanaz a hatás vált ki, mint a fű. És ugyanaz a hatása nagyjából. Szédít, kábít, tönkretesz a gyomrodat, ha éppen rossz paszban, stb. Tehát ezeknek vannak mellékhatása is. De nem baj, ki kell próbálni, de ha tudod magadról, és ha értelmesen vagy nevelve, akkor akárhány éves lehetsz, úgyse fogsz hozzányúlni. Mi miért nem jutunk hozzá? Tehát miért nem? Vagy
Tudom is én, de olyan ellentmondásokat hoznak létre, hogy szándékosan hozzányúlsz, kipróbálod még azért is. És nem veszed észre, mert ez tudat alatt elültetik beléd. És ha a cetlit, most jól jönne a cetli, akkor most le lenne írva a következő cetlire, hallám, hogy ki akarja. Párkapcsolatok. Ezt most hagyjuk inkább, menjünk tovább. Valakinél megvan az internet, a média, a politika. Nem, az se, nem, akkor... Család, itt van. Család, hát csalás, na itt van. Internetes olvasmányok, médiadopping és politika. A legjobb biznisz a világon. Ezek hittenek a legjobban. Szenzációs milyen rontást tettek a butaság fele, a kávézók fele, és a közhelyek fele, a szociális nevelés fele. Hadd olvassam, hogy mik voltak itt. És a valóságnak a teljes más megélésébe. Mert amit közölnek, én általában kicsit örökké azt mondják, ha valamit próbálok mondani, éppen nem biztos, hogy úgy volt leírva, ami megtörtént, nem éppen úgy volt, örökké megcáfolom, mert nem tudom elhinni, mert sajnos annyira profilett most már a média is, hogy olyan dolgokat vágnak bele, vagy valami, amit akarunk hallani. Tehát olyan szövegeket tudnak összevágni, amilyet akarunk. Sőt, élő adásban, ez az érdekes szomorúság, hogy élő adásban tudnak ilyen csinálni. Úgy a CNN, mint a BBC, az összes, bármelyik. Élő adásba bevágnak olyan dolgot, ami nem odaillik és nem valós. Vannak kollégák, akik foglalkoznak, jobban tudják ezeket a programokat, a szoftvereket, mert késleltetik, és 20 másodperc alatt bármi történhet. Mert te az adást kapod később, neked azt gondolod, abban az időbe kell jöjjön, de te valójában késleltetve kapod, stb. És ezt milyen jó kihasználják a politikusok, és általában az ilyen, a pszichológusok is ezt használják ki, mert az interneten olyan jó cikkeket lehet megosztani, és olyan jó meg lehet az embereket vezetni. Én már régóta mondom, hogy a pszichológia az egy nagy kamu, és eléggé profin összerakták, ami az emberi személyiségfejlesztéssel foglalkozik, és ami a ehhez hasonló dolgok, tehát önismeret, stb. Stb. És ez mind, tehát nevelés, iskolás, stb., hogy a gyermekkel így kell, úgy kell, a felnőtt így kell, úgy kell. Miért mondom ezt? Azért, mert a tapasztalatom azt mutatja, hogy amit tanultam, mint pszichológiai szakdolgokban, teljesen másképp tudom megvalósítani egy emberre szembe. Tehát én azt mondom, hogy elhiszem azt ott az olvasmányt, amit olvastam, hogy ezt valaki megrendeli. És általában most, mivel pénzügyi világban élünk, a gazdaság rendeli meg, és a politika rendeli meg, és a stb. Ezek a rendszerek megrendelnek valamit egy neves embertől, és a neves ember a pénzére úgymond eladja a lelkét, és ír egy olyan jó cikket, hogy mindenki bedől neki. Vagy csinál egy jó showt, egy előadást, és mindenki bedől neki. És milyen érdekes. Mindenki elhiszi. Mert fel van marketingelve, meg van reklámozva, meg van hűítve minden, le van húzva minden, tehát a pártok, tehát az összes. És a médiában pedig az veszélyes, hogy folyamatosan ültetnek le a tévé elé, az internet elé, stb. Ma egyre jobban. Ha belegondolsz, most már nem is tudsz anélkül meglenni. Én se, te se, bárki. Tehát én tévézni nem tévézek, de internetet használok rendszeresen. És most láttam, az utóbbi időkben nagyon meg van töltve az internet olyan információkkal, és egyre több van most már, ami valósnak tűnő, de nem valódi. Tehát én belegondoltam, hogyha tényleg ezt az ember eszerint próbál élni, amit itt olvastam, ott olvastam, akkor tényleg buta lesz, tényleg fog menni kávézókba, és tényleg a valóságtól teljesen másképp fog állni. Mert annyira leköt minket, annyira profin kitalálták ezt, hogy rendszerűen az embereket megfogja leköti, és a gyermekekre már vezetik rá. Én nem vagyok a modern technológia ellen, az én gyermekem 2 évesen már használta az okostelefon mindent, de én úgy próbálom neki ezt magyarázni, hogy ezt használja, hogy ez eszköz.
Tehát ettől nem függünk. Ez helyettünk nem fog megtanulni, tanulni, ez helyettünk nem fog elmosogatni, ez helyettünk nem fog rajzolni. Tehát ezt kihasználni kell, tehát az eszközt használni kell. És éppen amire pont szükséged van, arra használom. De ne maradjanak el azok a kötelező dolgaid, amit naponta meg kellene csinálni. Hanem ez, tehát ha nagyon kell, ha ott dolgozol, ott vagy, ha nem dolgozol ott, akkor tedd félre, ha van idő, csináld, ha nem, nem. De sajnos most olyan depressziósba esik egy ember, a véletlenül ma nem tudta, úgy mondják, hogy felép, nem tudta felépni a Facebookra. Főleg a fiataloknál lehet megfigyelni. És az iskolában érdekes módon ezt még, őket még jobban lehúzzák ezzel, hogy azt mondják nekik, hogy igen, mert te egyfolytában nem, internetezel, igen, mert egyfolytában tévézel, meg ilyesmi. Ez megint egy szerintem rossz hozzáállás, mert az tévében is lehet tanulni, az interneten is lehet tanulni, csak megfelelő tartalmat kell nézni rajta, és megfelelő tartalmakat kell keresni. És az iskolában ezt nem mondják el, hogy ugyanúgy, mint hogy a tantárgyakra bontották az életet, sajnos, és ez már évszázadok óta így van, mert könnyebb az embert irányítani. És mivel már nem tudták szóba irányítani, ezért behozták az internetet és a médiát, és a legjobban lehet irányítani. Nagyon profin csinálják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, naponta mennyit tévéztek? Őszintén biztos sokat. Nem? Nem szoktál? Ne hülyeskedj, ügyes volt. Bravo, le az összes klappal. Tisztelet. Akkor ne, a filmet is minden izéből nézel. Már úgy értve, hogy a tévébe kötheted, de az csak eszközként használod. Hány éves vagy? Bocsánat. 23. Isten étessen. Na, egyszer le az összes kalappa. Esküszöm, büszke vagyok rád. Komolyan, tehát ez le a... De szerintem azért te nem esnél fejre, ha most hallanál valami szörnyűséget. Nem pánikulnál be. Hát, történt, megoldódik valahogy. Soha nem segítünk rajta. Bravo. Melyik iskolába jártál? Én itt a mező, 5-ös József. Mező. És milyen szakmát tanultál? Mehatronika. Nem mondjad ezeket a szakszavakat, mert próbálom érteni, de inkább, hogy milyen munkát tudsz vállalni? Hát a szakomban nem tapasztalatom nincs. Ugye? Jó, rendben, de mit tudnál vállalni? Autóipar. Ja, autószerelés. Hát így most már értem. Most adtak, adtak egy szép nevet neki. Igen. Az ember oda ment. A név helyett kellett volna több gyakorlatot adjanak, hogy inkább maradt volna autószerelő, és viszlát. Na, és sajnos tapasztalat kevés, és te mondod el, tehát nem én. És ez tényleg így van, mert mikor szakás tanfolyamot tartottam, ez az érettségén jutott eszembe, hogy voltak ott olyanok, hogy leérettségiztek, és nem érettségiztek, les osztálytársak voltak, mert nem sikerült az érettségiük. És jöttek, hogy milyen fontos az érettség, és mit, és mondom, né. Ez nem biztos, hogy így van. És a kollégája magyarázta el, hogy ide figyeljen be, gondolkozz logikusan. Te ezt neked sikerült az érettségid. Itt vagy ezen a szar tanfolyamon. Nekem nem sikerült, ugyanott vagyok. Tehát mi a jobb idős francia lettél előbbrébb? Az, hogy van egy papírod pluszban. De hát, ha jobban megélek, ha megtanulom ezt a szakmát, jobban megélek, mint az érettségiddel. Tehát, ha nem tudod eladni magadat, nincs érzelmi intelligenciád megfelelő, és nem tudod feldolgozni ezt, akkor tehát azokat az információkat, amit körülöttes, amivel belekevernek, hogy jó, így kell félni, és úgy kell félni érettségit, és úgy kell félni, hát leérettségiztünk ember. És akkor mi van? Kit érdekel? Valaki kérdezte meg, 38 éves vagyok, eddig, hogy egy hányas volt, mi volt? Megvan a papírod, kész. Elmegyek, és megveszem, ugyanott vagyok. Tehát semmi nem történik. De ez mind ezért van, hogy tehát szándékosan vagyunk lehúzva. Ezt a könyvembe is leírtam, tehát én merem vállalni, amit oda leírtam, az most kezdi aktualitását élni, amit két vezér leírtam, és most kezdnek az emberek nagyjából felébredni, de még eléggé sokan el vannak tapadva, le vannak tapadva, és bután gondolkoznak. Miért a következő cetli, hogy haladjunk? Na, valaki, bármit olvassatok, haladjunk. Mi volt? Meditáció. Meditáció, na, jóga. Na, ez az érdekesség. Ez hogy jut eszembe? Igen. A feleségem éppen olvassa, hogy van egy új meditáció fajta, mit tudom én, legyen a neve, mit tudom milyen meditáció, adtak egy jó nevet neki, és beleolvastam, már gondoltam, no hát aztán valami újdonságot felfedezett, drága kedves feleségem,
És még őt is megfogta, pedig ő aztán ilyen téren, ilyen hókusz-pókusz, spirituális téren, tehát ő nem szeret. Tehát ő nagyon materiális és reális földön élő ember. Van hite, tehát van lelkismerete óriási, de ő nem foglalkozik ebben, se nyilvánosan, se idén. És ő nézte a jogát, így elolvasta, hát nézem, hogy ugyanazt írja, mint azt mondtam volna, hogy elmész jogázni, csak a szép nevet adtak neki. És nézem, milyen összeget kérnek, és hát elég szép összeget elkérnek, hogy megtanítsanak egy-két mozdulatra, érte, egy-két dologra. És gondolkoztam egy kicsit, hogy állj meg, mert mi van itt ember? Hát tényleg erről szól a világ, és tényleg erről szól. Hogy ahogy elmondtam az elején is, leülsz egy kicsit, próbálsz a légzésedre figyelni, és csendben vagy, és kizársz mindent, annyi, mintha elmentél egyet jogán, és egyet meditáltál volna. Vagy kimész egyet sétálni az erdőbe, jó időbe, télen is lehet, sőt, és ott nyugodtan sétálsz, éppen a pároddal, vagy egy társasággal, csendben vagytok, beszélgettek, kacagtok, úgy ki tudsz tisztulni, mintha leültél volna, és bementél volna egy épületbe, viszel egy szőnyeget, leülsz ott pozíciókba, szuszogsz jobbra-balra. Lehet csinálni, mert egészséges. Nagyon egészséges. De azért miért? Tehát miért kell, tehát azt miért nem tudod te magadnak kifejleszteni saját magadnak? Vagy miért nem tudod? Tehát ez miért kell tanfolyamot végezni? Miért kell menni? Vagy mit? Nem értem a logikáját ennek sem. Hát ezt mondom, tehát ne én mondjam, de hát ez pénzről szól. És tényleg, erről szól. Ha érdekel téged valami, költesz rá. És az emberek mire költenek, itt már felsoroltuk, mire költenek. Kávézókra, kocsmákra, erre. És mikor elér 30 évig, 30 éves lesz, hoppá, basztikről, családom hova lettem be. Jó, én nem gondolom, elfelejtettem, hogy még családom is kellene legyen. 30 éves vagyok, hoppá. Elkocsmáztam, elszórakoztam az életet. Erre vetítenek rá az internet, a média. Ez sugalja. Legyél szabad. Mert a buddhizmus azt tanítja, hogy élj a mának. És most mondok, hogy élj a havai nyárnak, van ilyen nóta is. De nem értem, tehát élj a mának, de hát ezt hogy dolgozzuk fel? Tehát az okosak hogy dolgozták fel a pénzesek? Úgyhogy ma költsél minden hónap, ne törődj semmivel. Ez van. Pedig se, tehát szerintetek ez így kellene? Tehát mit jelent az, hogy éljünk a mának? Az, hogy lelkileg, és ha valami megtörtént a tennap rossz dolog, azt felejtsük el, és szépen ma kezdődik egy új nap. Hogyha lefekszel, mély feküdj le békével. Azért feküdj le békével, ne azért, mert a másik azt mondta, hogy ezért most megiszod ezt a löttyöt, és békével lefekszel, és milyen jó, és megvettem tőle. Hanem nyugodtan azért feküdj le, mert te a lelkiismereted megköveteli, hogy igenis békével lefekszek, és nem haragszok arra a dologra, ami történt. Haragszok hónap, kész, de békével fekszek le. Vagy lehet, hogy már kialszom magam, és hónapra már minden rendben van. Én csak figyelem a gyermekeknél, hogy milyen könnyen megbocsájtanak. És elfelejtik a negatívumot. Már bizonyos gyermekek. Nem, megmarad bennük, de ők nem érik bele maga, hogy jó, Isten, most mi lesz? És fél órán keresztül kifárasszák magukat, pedig egyedül ülnek bambulnak jobbra-balra. Tehát lehet bambulni, de nincs értelme, stresszed ott is magadat fölöslegesen. Olyan dolgokért, ami vagy megoldódik, vagy nem. Ahelyett inkább menj és elmehez ember, és egyet kapál, érted, és jobban érzi magát, és ősszel lesz, beszedi a beszélnivalókat, és élünk tovább. Például. Vagy elmegy fát vágni, fölrakod a fát, nagy halomban, és viszontlátásra. Többet, tehát sokkal jobban ki tudsz tisztulni. Többet érsz vele, mint a kocsmával, stb. Oda is egy-két barátod, sört megvetted? Igen. Ugyanazt a sört meg tudod inni. Semmivel se adnak másabb sört, csak drágább. Mert a százalékok mi rajta vannak. Na, mi értelme volt? De én nem, tehát most ez hülyén fog kijönni, hogy én ezt most ezt így mondom, de én nem irigylem senkit, és nem sajnálom senkit. Hát éljen mindenki úgy, ahogy akar. De akkor ne panaszkodjon a világ. Mindenki ne panaszkodjon, hogy problémák vannak. Hát hol van probléma? Velünk van probléma, mi cseszünk-e mindent. A gyermekem így viselkedik, úgy viselkedik. De én magamat nem hibát, tehát én ki voltam a gyermekkel. Szomszéd vagy a szomszédnéni csesztél? Hát én vagyok a legtöbbet vele, nem? Vagy mit tudom én? Nyilván a következő cetli, mert jó fele haladunk irányba. Hit. Na, itt van, ez a legfontosabb. Egész életemben én olyan voltam, hogy hívő voltam. És utáltam a vallást.
Most azt mondják, azt a kettőt hogy tudod megcsinálni? Hát mondom, hogy tudom megcsinálni? Vagy akkor te nem vagy normális. És én azt szoktam mondani, hogy ilyen nincs. Tehát én, amiben hiszek, nem biztos, te ugyanabba tudsz hinni, és ugyanabba a dologba. Akkor tudsz hinni, ha megtapasztalod azt, hogy tényleg, amiben az illető ügyféle, vagy az illető, mert én azért mondom ügyfél, mert a világ egyik legjobb biznisz a vallás. Hitet árulnak pénzért. És megbocsátást, és a többi. Ez van. Ha bedőlsz neki, jó csináltad. Ha neked segít, jó. De akkor ne panaszkodj. De akkor ne legyen az, hogy na Úristen, én most mennyit áldoztam, és éveken keresztül oda jártam, és nem temetnek el, mert nem fizettem ki a papírt. Hogyan nem temetnek el ember? Vagy ez, mert valójában kit nyomorítanak meg, kit szocializáltak meg rendesen? Hát a család többi tagjait. Mindig annak rossz, aki ha meghalt, az már mindegy, hogy most fölbe kerül, vagy elégeti, vagy fegymegy. Az már elutazik tovább szerencsésen, hál' Istennek, megszabadul ettől a földi pokoltól, és nem kell valótlanul éljen. Mert például a buddhizmus tanítja ezt, én ezért mondom, és én hiszem. Tehát szerintem nagyon csodálatos az élete, de annyi nehézséget hoz nekünk, hogy minden nap meg kell küzdjünk minden percben mindennel. És ez a természet, ezt el kell fogadni. Amíg nem fogadod és beléled magadot, addig nem is tudod legyőzni. Itt jön be az, hogy éljünk a mának. Tehát ma jól érzem, ma van a feladatom, reggel megcsinálom egész estig, és kész, lefekszek. Hónap folytatom tovább, ha kell. Ha nem, befejezem. És így tovább. Ez a rend, és ez normális, nem? De ha nem így lát, de valami nem stimmel, akkor nyugodtan szóljatok bele, nem kell fogadni, én így látom. Én mibe hiszek? Én örökké azt mondtam, hogy nekem az Istenem ezt 16 éves koromban már elhatároztam, és azóta így van. Nekem Istenem az, hogy jó. Tehát én, ha valami jó, akkor az isteni számomra, és az én vagyok. Kész, abban meg tudok azonosulni. Ha nem, ha jót cselekszem, akkor milyen, tehát akkor annál ezen fölülni mi lehet? A csodák is úgy történnek, ha jó történik vele, ha jót csinálsz, ha jó fele haradsz, szerintem. És ehhez nem kell semmit összegyűjteni az embereket, nem kell pénzt kérni, nem kell ajánlani semmit, vagy nem kell eladni semmit. Ha jót csinálsz, akkor miért ne csinálnál jót? Érdekes, velem most még is történtek, ami ezt el szeretném mesélni, hogy tehát ezért hiszek a csodákba, és ezért hiszek abba, hogy létezik az, hogy nem hal, tehát a halál dolog az nem, tehát teljesen másképp éljük meg, mert na, így mondták, tehát vigyázz magadra, meghalsz, mi lesz. És akkor mi van? Ennyit kaptál, ennyi lehetőséged volt az élettől, de mégis ellent mondanak, mert Isten adta neked azt az életet, igaz, azt mondják. Hát akkor ő is veszi ilyen, nem? Akkor miért kell félni tőle, vagy miért kell félelemet kelteni ezzel? Ez természetes, nem kell félni. Gyere, légy szíves, gyón meg a bűnödet, mert ha nem gyónod meg, akkor baj lesz. Hoppá, milyen baj lesz ember? Ha a lelkiismereted azt mondja, hogy hibát követtem és megbánom, tiszta szívből, akkor az meg van bánva. Ha viszont nem bántad meg, akkor az imád megkapod te is a megfelelő, az univerzumtól, és minden visszakapod. Tehát te is ugyanúgy, csak nem figyelünk ezekre a jelekre, hogy miért kapunk rosszat, és miért nem. Tehát ha rosszat kapsz, az azért van, mert lehet, hogy valamikor te is rosszat tettél. Valakinek rossz, tehát nem veszel észre. Csak akkor veszel észre, ha érzelmekkel élsz. Például, amikor hívtál, te képzeld, mentem a telefonomhoz, hogy halám nézze meg, hogy valaki hívott, és pont akkor hívtál. Pedig, tehát én nem, tehát itt beszélgettünk, tehát semmi nem volt arra, hogy most valaki fog hívni, vagy valami. Csak gondoltam, nézzem meg. Na ez is látta, tehát, vagy ezek az első része, lássátok ki az egész beszélgetésnek, hogy indult. Egymás után úgy jöttek, hogy illettek össze, mondjuk egy is ide illik a hit. Tehát ezek nélkül nem lehet élni. Tehát mai világban hit nélkül, média, ezek nélkül nem lehet élni. Csak meg kell tanulni kezelni. Ezért is mondtam, ezért is választottam azt, hogy én az érzelmek kezelését tanítom az embereknek. Hogyan kezeljék magukat és az érzelmeiket. Mert hova tovább az érzelmi intelligencia ki fog halni, ha így folytatódik? Nem lesz. Tehát a gyermekeken lehet látni, hogy az is stresszesebbek, mert nincs érzelmi intelligencia, nincs önkontrolljuk. Nem tudják kontrollálni magukat, nem tudjuk magunkat kontrollálni. Dühösek vagyunk, gyakran. Pedig milyen egyszerű lenne, hogy egyet mosolyognál, vagy a dühös vagy, és akkor kiadod magadból, de ne az ember fele, hanem valami mellette menjen el, vagy valami. Hanem inkább ráordítunk a leggyengébbre, és a leggyengébb látszemre.
Na hallám nektek, mi van most egyet, én is kiveszek innen, mi lehet kertetni. Sportmozgás. Itt van, erről is beszéltem. Tehát miért nem lehet egy alkoholistát leszoktatni avval, hogy sport? Vagy miért mozgással, vagy teljesen más olyan megszokást adni neki számára, ami például hasznos is lehet. Miért nem mozgunk? Tehát ha nem mozgunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy egészségtelenül élünk. Miért van az, hogy a szívnek és az ízületnek egyetlen egy gyógyszere van, a mozgás? Nem szabad a szívet, s az ízületet pihentetni, mert nem lesz jó. Ezt nem én találtam ki, nálamnál sokkal nagyobb tudósok és nagyobb professzorok, akik ezzel foglalkoztak nap, mint nap. Ezek tények, és ezeket elfeledtetik velünk. Azért, mert butittalak, tehát inkább mennyi kávézzál, tedd tönkre magadat, és csinálj olyan dolgokat, ami káros rád nézni. Költsed a pénzedet, vegyél gyógyszert, mert az sokkal jobb. Megveszed az összes vitaminomat, és én vagyok az ász, nekem a legjobb. Én az MLM-et eleve ezért nem szeretem. Mert jönnek, hogy én ezt kipróbáltam, és működik nekem, de nem biztos nekem fog működni ember. Most én is próbáljam ki. Ha én vagyok 38 éves, én mindig figyelem, hogy mi jó nekem, és mi nem jó. Mert vannak nagyon jó termékek, vannak, én se ezerfélt kipróbáltam. De mikor jön a következő, akkor már én se mondom, hogy na, azt is kipróbálom. Ha egy bevált, addig használom, ameddig tudom, és ameddig működik. Nem? Tehát inkább elmegyek egyet sportolok, hetente legalább ötször, és jobban érzem magamat. Jobb lesz a kiválasztásom. Nem kell pirulát szedjek a gyomor, üzi, savra, nem kell semmire se pirulákat szedjek. Miért nem mozgunk? Azért, mert olyan jó leülsz, és helyettem mozog a tévé, és helyettem mozog az internet, és olyan jót mozgott a másik. És ami érdekesség, és mert felfigyeltem rá, hogy Székelyudvarhelyen, mikor jönnek a biciklisek, akkor mindenki felvonul, fénykép elejéig mindenki ott van, és a hétköznapokban tiszta káosz. A lányommal ketten megyünk biciklivel, és nézem, hogy mindenki néz, hogy ezek hülyék. Hogy mit keresnek itt ebbe az órába a biciklivel a város között a járván? Hát mit ember A-ból B-be megyünk, B-be C-be megyünk? Hát nem a fotóért biciklizünk, és azért, mert összegyűlt egy egyesület, egy gyülekezet összehívta a bandát. Hogy menjünk futni. Közösségi futás, nagyon jó. Együtt jó futni, de ha én egyedül megyek, akkor az nem rosszabb egyáltalán. Mondjuk szerencsére a közösségi futók azok azt mondják, hogy tehát ők pont a zenekezik a bicikli, ez a szeklerék, ezek egyfolytában reklám úgy, hogy nem biciklizés, harcolunk, politizálunk, tiszta politikához jutottunk. Harcolunk jobbra-balra. Hogy ilyen út, olyan út, nincsen út. De miért nem biciklizünk ebbe? Biciklizünk, ne félj, mert aki sétál és várja a buszt, az elgondolkozik, ám még ezt tud biciklizni, én nem tudnék biciklire menni. Keresztúron nézzél meg ember, mindenki biciklivel jár. Itt van 10 méter. Na, 15 kilométer, 20 kilométer, na 10 méter. Na, de lényegtelen, de nem, de mindenki nem érdekli azt, hogy nem nézi azt, hogy most te kerültél be a fényképre, hogy biciklisztél, futtál közösen. Én meg, mert nekem kényelmesebb, azzal jobban nézem magam. Olcsóbb is, nem károsítjuk a környezetet. Tehát ebből is már látjátok, hogy bizniszt csináltok, és ez látszik. Tehát aki követi a médiás, követ bármit is, csinál. Csinál egy média, ezért, hogy egy évben egyszer futunk egy kört a városba, és milyen nagy sláger csinálunk, adunk pólókat, minden. Hát a legjobb reklám neki, képzeljétek el. Mindenki erről beszél. És utána ontja a szennyet magából. Hát miért el van az egésznek? Hát nem? Hát inkább azt kellene promoválja, hogy minden nap mozogjon az ember. Attól lesz egészséges. Nem az, hogy most részt veszek egy futáson akármit. Így legalább mondjuk olyan szempontból hasznos az, hogy célokat gyűjtenek ki. Tehát van ilyen, hogy célt, na most jövő, most az idén, igen, jövő nyáron lesz megint az a közösség futás, na felkészülök rá, és kicsit futkározok. Na de az a probléma, hogy az utolsó pillanatban megyek hamar futni, addig mi van? Tehát annyira le van foglalva mással, és ezzel azzal, hogy tehát lehet, hogy nem úgy csinálnád, ahogy szeretnéd, mert éppen még van idő. De ne csak arra, tehát minden nap. A legjobb dolog a mozgás. Én is hibát is követtem el, mert kicsit eltúnyultam, mert én nem autóban nőttem fel, és elég sokat autókáztam az utóbbi pár évben, és most visszaálltam az idéntől ugyancsak belső béke, hogy rendszeresen, tehát többet gyaloglok, sportoltam addig is, most a sport mellett még gyalog közlekedek, minél jobban. Ez van.
Én legalább megpróbálok, amit mondok, úgy is élek, és megpróbálom egészségesebben én az életemet. Következő, valakinek még van egy cetlije. Ha nincs, veszem el az enyémet, ott még van egy lefordítva. Igen? Tanulás érzelem. Tanulás érzelem, és mi a harmadik? Fiatalság. Fiatalság. Tanulás érzelem, fiatalság. Na ez az. Ezt fiatalon kell elkezdeni, nem? Minél fiatalabb az ember, az érzelmét, annál jobban kell megtanulni, kezelni. Tehát ezt most jönnek rá, érzelmi, én 2010 óta mondom, és most jönnek aztán nagy cikkek, tehát mind a média most aztán kell bizniszt csinálni valahogy belőle, hogy érzelmi intelligencia kezd az gyermekeknél már megjelenkezni, hogy hiányzik. A tudást magát megszerzed, tanulsz, minden megtanulhatsz, de nem tudod alkalmazni, nem tudod megélni, tehát nincs értelme, ahogy mondtam az előbb. Tehát számos példával találkozok, rettenetesen sokkal. Ha a gyermek rettenetesen okos minden, de nem, tehát nem tudja, tehát ki van bolondulva, agresszív, meg ilyesmi. Vagy vannak olyan dolgok, tehát nem tud enni, tehát 5-6 éves nem tud egy normálisan egyedül enni, tehát botlik meg, tehát állj meg ember, hogy nézd, hogy? Tehát, és tudok olyan dolgokat, hogy csillagász, mit tudom, miket tudok. Hát mi értelme volt az egésznek? Megtanulom a dolgokat, nyers anyagot, és akkor? Hát magamtól tanulom, meg leesek ember, gravitáció, vagy stb. Ember, nem? Tehát mi? Tehát jöjjön egy kicsi bentről is valami, itt a szívből, innen, lélekből. Na de itt is kik a hibások? Mindig a felnőttek. Én mindig azt mondom, minden gyerek problémánál a felnőtt a legnagyobb hibás. Mi vagyunk a hibások? Felnőttek. Egy az egybe. És azok a felnőttek, akik minket neveltek. És ki hibászott kit? Mindig a gyermek a hibás. Hát mindenki rá ódibál. Hát miért nem figyel? Hát miért nem úgy? De azt nem nézi meg, hogy ő vajon mit tett annak érdekében, hogy ne így legyen, és ő nyugodtabb be. Mert azt is leírtam a könyvben, hogy a gyermekek elég sokáig lelkükkel kommunikálnak, a legtöbbet. Tehát érzelmi kommunikáció folyik. Nem ölelnek, bújnak, és érzik rajtad, ha rossz a hangulatod. És akinek kicsi gyermek van, az tudja. És ha nem figyelt rá, akkor elég szomorú, azt jelenti, nem a Földön. Tehát kell figyelni ezekre. És mi nem figyelünk azért, mert jön a média, és jön az ízés, és elbolondít minket, hogy ó, hadd el majd rá, és megtanulod, így nevelj, úgy nevelj, hogy jó lesz ugye a gyermeknek, mert ez biztos, hogy így van. Statisztikákat állítanak fel. Statisztikákat utálom a legjobban. Hát oda állítják, amerre kell dőjön a mérce. Hát nem? Mert én más tapasztalok mindig. Tehát én érdekes, olvasok a statisztikát, és elgondolkozok, hogy ez most honnan jött? 1000 ember, 2000 ember eldöntötte, és beszorozták, és valószínűséget számoltak, és ilyesmi. És akkor mi van? Nem biztos, hogy az működik nálad, vagy nálam. Mehetünk tovább, még kinek van cetli, mert már telik az idő lassan. Értékek, hitelesség, állapot. Na ez az, ez a legfontosabb. Nincsenek értékünk, nincsenek az értékek és a hitelesség az vége. Tehát én, ha megígérek neked valamit, nem tartom be. Átverlek, és utána kacagok neked, és ki a hülye? Én ember, hogy elfogadtam, hát akármilyen hülye, köcsög vagy, úgyis mosolyogok neked, ugyanúgy viselkedek, vigyorgok veled, beszélgetek, ugyanúgy. Hát én nem merem azt megcsinálni, ne haragudj. Inkább elkerülök, olyan emberekkel veszem körbe magam, akik hitelesek, és adnak értéket számomra. Azért, mert állatot teszek. Én is fölteszem ugyanúgy a maszkokat. Nem élem meg a valóságot. 24-ből 18-at mondtam, már szerintem így 20-ra fölmehetnénk, mert még álmodban is azon gondolkozom, hogy vérd át a másikot. Nem, hazudunk magunknak ember. Nem? Vannak értékek? Van értéke annak, hogy mit tudom én, te mondtál egy valami jót? Hitelesség. Hiteles voltam én egyáltalán itt most? Nem biztos. Hát, ha kamusztam, s félrebeszéltem, szándékosan hűtettelek titeket, és aztán majd zsebembe rakjátok a pénzt. Na, de aki ismer, az tudja, hogy én már évek óta önkénteskedek szinte mindenkivel. Gábor is ugyanezt csinál sokszor. Most is ugyanígy van. Tehát ő önkéntes, azt mondta, igen, fölveszi az előadást, mert érdekes téma lehet, stb. Na, tehát, és az élet megyek tovább, ugyanúgy tudok élni, jól élek, boldog vagyok, semmim se fáj. Tudom, hogy itt van 5-6 ember, akivel egyedül beszélgette. Nem?
Volt értéke, van értéke, van értelme, van hitelessége. És legalább az állatot ilyenkor leveszem, és aztán majd ki meg hátra vissza kell tegye. Nem, de ez jó védekezés. Tehát nem attól leszel rossz ember, hogy állarcot teszel. Csak tud megválogatni azt is, hogy mikor teszel állarcot, és miért. Legyen oka neki. Hogy az szerette ide szemben, ne tegyél állarcot. Hát legyél önmagad. Miért lehet azt mondani, hogy nem, kész. Tehát nem, egyszerűen nem bírom már. És nekem fáj. Hát miért? Fájdalommentességet kell tanítani a gyermeknek? Nekem nem történt semmi bajom. Olyan nincs. Hát fáj ember, most megüttem a kezemet, fáj. Hát nem? Mondhatom a gyermek, jó, nem fáj, nem elmúlik, nem fáj. Egy idő után már ő is rájön, és hülyének néz, hogy nő, milyen vagy. Tehát értékek. Hogy látjátok? Vannak értékek? Állarcok? Hitelesek vagytok? Hát szerintem ugyanannyira, amennyire látszik rajtatok. Tehát nem, ezen változtatni lehet, de érdemes megint a valóságot. Kevesebb médias, kevesebb, több élet. Tovább, még valakinek van élet? Nálad Gábor van egy, azt hiszem. Félelmeink. Fú, legfontosabb. Ezért félünk, mint ezért félünk. Azért félünk, mert ezeket a dolgokat nem tudjuk hitelességgel, nem tudjuk hitelesen felvállalni, és nem tudjuk kezelni. Párkapcsolat, tudom, hogy párkapcsolat van nálad, mert már egyszer mondtad, de... A félelmek, de nem a lényeg, de ugyanolyan lényeges a párkapcsolat is, mint a hit, mint a média, a tévé. Hát azért születtek nős férfiak, ezt örökké el szoktam mondani, nem? Hanem akkor egy neműek születtünk, most viszontlátásra nincs még gond. Nincs gond. Minden párkapcsolatban gond van. Gond nélkül nem lesz párkapcsolat soha büdös életben. Soha. Az csak kamu, hogy elmegyünk párterápiára, s aztán helyre minden. Ők saját maguk oldják meg, a két fél oldja meg, esetleg te mondasz egy-két érdekességet, de kamu az egész. Párterápia. Minek kell párterápia? Egy jót beszélgetünk, sörözés, mert meg van oldva. Na de viszont ez semmi gond, mert én ebből megélek, nekem ez jó, mert én értek hozzá, de én úgy szoktam, hogy egyenként elbeszélgetek egyszer, és utána húzom össze a kettőt. De mikor elbeszélgetsz egyenként az elevekkel, egyik a mástől összehoznák. Most annélkül nem adnak össze elmi, és ottán valaki eldönti, hogy illetek-e, vagy nem illetek. Úristen! És ha nem illetek, mi van? Éltetek 5 éves, elváltok, és az élet megy tovább, kezditek, folytassátok tovább. Annyira megpróbálunk kötődni valamihez, és kötődünk ezekhez a dolgokhoz, hogyha elmerünk válni, azért válunk el, hogy nekünk jobb legyen megint. Állj meg, mondta valaki, hogy könnyű lesz az, hogy valaki családban nő? Nem lesz könnyű, egyáltalán nem lesz könnyű. Vagy valami? Hát hol van ember? Most ego? Azt fényezzük egyfolytában, és önismeret, és én vagyok a sztárs, minden. Hát de ez folyik ki a csövön is. Én mikor meghirdettem egy ilyen önismereti dolgot, aki részt vett, az egyből észrevette, hogy nem azért van megcsinálva, hogy ő saját magát megismerje, pontosabban, hanem azért van megcsinálva, hogy a társait megismerje, azon keresztül fogja megismerni saját magát. Mert ha megfigyeled, mindenkit megfigyelsz, és látod a hibáit, és ha véletlenül magadra vetíted, hoppá, én még hibásabb vagyok, mint az illető, ő nem is hibás már, érdekes módon. Buddhizmus ugye ezt tanítja. Te is lehetsz hibás. Én mondok neked, tehát ha valaki, én azt szoktam mondani, valaki engem azt mondja nekem, hogy hülye vagy, marha vagy, ránézek, és mondom, rendben. És akkor, ha ő így látja, most mit változtassak rajta? És ha magamra veszem, és kezdek idegeskedni, és ó, az Isten, tehát ő milyen rossz volt, és milyen, hogy beszélget vele, és minden, akkor elérte a célját. Tehát akkor én ügyes volt. De ha nem veszem fel, és nem veszem magamra, leteszem, akkor meg tovább. Hát neki az a véleménye, most változtasson meg. Az ő intelligenciája, az mérten, az a véleménye. Én mindig azt szoktam mondani, és haragusznak lám, kinek mennyi a tudása, azt használja. Ha nekem ennyi, én ezt használom, én erre vagyok képes, kész. Ha nem fogadják el, az se érdekel. Irigykednek rám, az se érdekel. Hát, az ő bajuk. Keresztbe tesznek nekem, az is az ő bajuk. Hát ez nem zavar engem. Egy idő után úgyis úgy forog a dolog, hogy jó irányba forog. Mert ha minőségi munkát végzel, minőségi gyakorlati munkát tudsz végezni, biztos, hogy folyamatosan csinálod, meg fogsz tudni élni belőle. Olyan nincs, hogy nem. Olyan nincs. Tehát tudod te, hogy tehát miért? Mert azt mondod, hogy igenis, ezt jól csinálom, ehhez értek, máshoz nem értek. Ennyi. És én nekem ez az egyen van szerencsém.
hogy tényleg, ha ezt bevállalok egy embert, akkor tényleg maximálisan ki tudom hozni belőle azt, amire ő vágyik. Tehát amit ő szeretett volna elérni. És ami hiányzott belőle, azt tudja pótolni. Érzem, hogy intelligencia, ez volt az utolsó pont, nem tudom, félrevezető. Rettenetesen félrevezető minden. Mert valójában mindenki félti a tudást, igazi. Tehát a tudást nehezen adják át. Nem úgy van, mint régebb. És azért féltik, mert biznisz. Egy pénzt lehet csinálni belőle, igazi? És akkor képzeljétek el, hogy ki az az ember, aki tényleg őszintén átadja azt a valóságot adja neked. Mikor mindig kell legyen valami a tarsajában. Tehát lehetek bármilyen profi tréner, úgyse azt fogom mondani, tehát én a legjobb ember, pozitívan gondolkozz pozitívan ember. Gondolkozz. Én bízom benne, hogy pozitívan gondolkozom, mondom én neked, meghűjtelek, kész, pozitívan fogsz gondolkozni egy idő után. Na de miért kell idáig eljutni? Miért nem próbál az ember saját magának megértetni és az érzelmi intelligenciát növelni azzal, hogy igenis figyel magára. És szerette, tehát szeretteire. És megfigyel az embereket, tehát a jó embereket figyeli meg, akik tényleg tesznek jót is. Nem az, hogy csak azért teszek jót, hogy aztán majd érdekem lesz belőle, és majd hátra kapok valamit. Mert nyugodtan lehet ezt csinálni. És jó csinálják. Én azt is elfogadom, aki ezt csinálja, és marketinggel is, és csinálunk belőle főiskolákat, stb. És ha oda költik a pénzt, azt is jól csinálják az emberek. De akkor utána megint az jön be, ne panaszkodj, amit vettél, azt aratod le. Hát nem. Ha valamit rosszul csináltál bele, akkor abból jó nem jön ki. Ha valaki meghűített, ki a hibás azért? Te saját magad, hogy bedőltél neki. Ő okos volt, mert meg tudott hűteni. Bravo. Nem? Tehát bármi, tehát ez így működik. Oda-vissza. Na rendben van, bármi kérdés, bármilyen kapcsolatban. Ugyanígy van a párkapcsolattal is amúgy. Ha meghűítettek, szerelmes lettél, vállad a felelősséget. Ha nem, csináljad. Ha pedig normálisan egyik a másra figyel a két fél, nem egy oldalú, két oldalú, három oldalú, akkor nincs semmi bond. Egymásra kell figyelni. Ennyi a párkapcsolat titka. Én rád figyelek, te rám, kész, mind a kettőre van figyelve, nem? Nem kell önmagamra figyeljek. Ennyi az egész. Rendben. Bármi kérdés, valami, nyugodtan. Észrevétel. Hogy éreztitek magatokat? Újat kaptatok én, mert én rendszeresen jártok. Na? Igen, vagy nem? Igen, igen. Hát de nem értem, hát de nyugodtan mondhatod. Ugyanolyan volt-e, mint eddig? Nem. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy tudjam, hogy jó volt-e. Tehát a szempontból mondom, hogy tényleg valójában sikerült azt átadni, amit elterveztem én magamnak, és próbáltam összehozni. Tehát ennyi, mert tehát mindig én próbálok valami olyant, hogy ne örök... Tehát ugyanaz, a cél ugyanaz, de teljesen máshonnan megközelítve. És a lényeg az, hogy te gondolkozz a saját magad. Én már gondolkozhatok eleget. Na, rendben, én adok nektek, amit ígértem, könyveket, mindenkinek adok, s akarjátok ajándékba adjátok. Én, ez lesz az én ajándékom nekem a karácsonyra most. Egészségetekre. Igen, azt is csinálom, dedikálom. Parancsolj. Írom akárkinek. Van írószerem, tollatoztam most direkt, úgyhogy és nem a dedikálás, hanem az a táskámban maradt, mert ez a munkatáskám. Mit írok? Tessék, mondjam, mit írok? Írom bele. Hát, én mondjam. Kérhetsz bármit. Hát nem. Én amit gondolok?